Jó napot kívánok! Elkezdjük a májusi testvérgyűlésünket. Először is kérem képviselőtársaimat, hogy kapcsolják be a készülékeket. Megejtjük a létszámellenőrzést. Kapcsoljuk be a készülékeket. Már határon a képviselő testület. És úgy látom, hogy egy, ki az azért? Nincs már egy sem. Tehát mindenki jelen van, el tudjuk kezdeni az ülést. Még mielőtt hozzá kezdünk, két szolgálati közleményt szeretnék felolvasni. Az egyik az, hogy talán mindenki értesült róla, vagy megkapja a napokban a meghívót, ebben most bizonytalan vagyok, hogy Kaposi Gyulit kérem, hogy javítson ki a rossz dátumot, meg időpontot mondok. Nem lehet hallani engem? Ennél jobban nem tudom mondani a mikrofont. Ez csak 10 évet mond, amit nem tudom megoldani. Akkor próbálok hangosan beszélni. Tehát június 7-én 15 órakor lesz a dísztestületi ülés. Sok szeretettel várunk mindenkit, de mindenki vagy már megkapta, vagy most fogja megkapni a meghívót a dísztestület ülésre. Helyszín a elmúlt években megszokott Kálmó, Kispesti munkának díszterve. Javított valamit a dolgon? Vagy ha így tartom a fejét, hogy esetleg. Jó. Nem, ez a baj, amikor az ember nem tudja, akkor figyelni magamra tenni. A másik szolgálati közlemény, Isten éltesse Faller Lenkét születésnapi alkalmát. Jó, és akkor az érdemi munkához megkívánunk. Megkérdezem Lazányi Ferenc elnököt, hogy van-e módosító javaslat a ügyrendi és közbeszerzési bizottságnak. Van elnökünk, feladom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, a kiküldött napi rendelethez képest változást történt a bizottsági ülés határozat alapján. Négy darab napi rendet tett fel a bizottság, illetve javasolja a képviselőtestületek elfogadásnak. A következő napi rendpontokat szeretném mondani a tisztelt képviselőtársaságnak. 14-es napi rendi pontként 2012-es önkormányzati rendelet naptár év egyes napjára szóló munkavégzés alatt a idejű mentesítésről. Hát ez nem a 14-es. Kispest országgyűlési képviselőjének dr. Bandalénának a javaslatára Kispest önkormányzat tulajdonában álló park elnevezéséről szóló indítvány 15-ösként. 16-os napi rendi pontként javasolja a bizottság képviselőtestület tagjainak irodahasználata biztosítására, ezzel a képviselő irodahasználatával kapcsolatosan. És 17-es napi rendi pontként Kispesti Tudásház Közalapítványnak alapítóképeknek módosítása. Szeretném még itt jelezni a tisztelt képviselőtestületnek, hogy 3D pontnak javasolnám a Kispest Közbiztonsági Alapítvány támogatásáról szóló indítvány terjedelést. Tehát akkor, hogy úgyis van 23-as napi rendi pont, van tárgyalmában a Közbiztonsági Alapítvány, és akkor a B pontként a támogatásról dönthet a képviselőtestület, ami minden támogatja a napi rendi pontot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt testület tagjai, hogy van egy további módosító javaslat. Nem látok. Nekem volna még egy módosító javaslatom, pontosabban egy módosító javaslat, egy napirendi pontot. Én
én ezt most meg is teszem, hogy abban maradtunk, hogy mielőtt nem szavazol a testület, megtehetem. Tehát a 9-est az SMS módosítás további egyeztetés céljából visszavonom, és akkor remélhetőleg a jönnösi testület ülésen majd tudunk erről újra tárgyalni. Tehát ennyivel módosul a napirend, és akkor így csúsznának azokkal a módosító javaslatokkal, amelyeket képviselő elnökről az előbb elmondott, bővülne a mai napirend font sor, és akkor így lenne 46 napirend pontunk. Jó, kérdezem a testület tagjaitól, van-e további kérdés észrevétel? Nincs, akkor szavazhatunk. Kérem, szavazhatunk a napirendi pontok elfogadásához. Tizennyolc egyhangú igen szavazatot fogadtuk el a mai napirendet, el is kezdjük a napirend pontos tárgyalását, és rögtön jön a 8-7 zárküléssel kezdünk, 7 napirendi pontos zárkülésekkel tárgyalunk, tehát nyílt üléssel folytatjuk a testületi ülést, 8-as napirendi pont, rendeletmódosítás, méghozzá költségvetési. Kérdezem, nekem nincsen szóbeli kiegészítésem, kérdezem Kránc Krisztián urat, a pénz- és költségvetési bizottság elnökét, hogy neki van-e jelzi számomra, hogy nincsen. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy van-e kérdés hozzá. Nincs, akkor a vitát lezárom, nekem nincs módosító javaslatom, vagy szóbeli kiegészítésem, jegyzőasszony is elszámolva, hogy neki sincsen. Képviselőtestületet kérdezem, hogy van-e bárkinek kérdése, hozzászólása, rendeletmódosítása. Nincsen, akkor határozatokkal következik. Rendeletet módosítunk, minősített többség szükséges hozzá, kérem szavazni. Igen. Átérünk a következő napirendi pontra, amely a 11-es, piacokról és vásárlókról szóló önkormányzati rendelet határok helyezéséről szól. Nekem nincsen szóbeli kiegészítésem. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy neki van-e, neki sincs. Kérdezem a tisztelt képviselőtestületet, hogy van-e kérdés hozzászólás, illetve az Illetékes Bizottság elnökét, hogy kívánok-e szóban hozzá, küzdni bármit is. Nem, akkor a vitát lezárom határozathozatal. Következik itt is minősített többség szükséges a határozathozatal. Kérem szavazni. Jó, 18, 1-6, igen szavazattal. Átérjük a következő napirendi pontra, amely a szabálysértési rendelkezések hatályai helyezéséhez szól. Kérdezem a tisztelt testületet, mielőtt jelzem, hogy nincs szóbeli kiegészítésem, és mondom, hogy jegyzőasszonynak sincs, hogy van-e bárkinek kérdése hozzászólásra. Nincs, akkor a vitát lezárom, és határozatban következik. Szavazunk, rendeletmódosítás. Minősített többség szükséges, ezek a rendelet hatályon kívül helyezésének abból a szempontból igaz, hogy minősített többség kell hozzá. 18 igen, ezzel meg is van.
13-as napirendre, csak a 12-es lépünk át, hogy egyet kivettünk, ez pedig kirívóan közösségellenes magatartások meghatározására és ezek elkövetőivel szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szól ez a rendeletünk. Én nem akarok nehéz helyzet mondani, de ha röviden elmondaná a testületnek, meg inkább a tévénézőnek tényleg, hogy miről is szól ez a rendelet, mi lesz Kispesten kirívóan közösségellenes magatartás, mit fogunk szankcionálni, és mennyivel röviden, és hogy miért volt szüksége erre a rendeletre. Megtenni jegyző asszony, azt én meg megköszönöm, mert talán nálam jobban el tudja mondani, miután ő foglalkozott ezzel a témával. Megadom a szót dr. Réna Góva jegyző asszony. Köszönöm szépen, megpróbálom röviden összefoglalni. A rendelet megalkotása azért vált szükségessé, mert hatályba lépett április 15-ével az új szabálysértési törvény, ami egyértelműen előírta, hogy a képviselőtestületek rendeleteiben meghatározott szabálysértési tényállásokat május 31-ig hatályon kívül kell helyezni. Ugye erről szólt az előző rendeletünk, és arra adott lehetőséget az új önkormányzati, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, hogy április 15-től hatályba lépett az a része, amely lehetőséget biztosított a képviselőtestületeknek, hogy kirívóan közösségellenes magatartásokat állapítsanak meg, és ezeket 50 ezer forintos helyi helyszíni bírsággal, vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal rendeli büntetni. A rendelet megalkotásánál egyrészt azt követtük, hogy amik a korábbi rendeletekben szabálysértési tényállások voltak, azokat átdolgozva volt, amelyeket változatlan formában tovább emeltük, tehát a közterületen elkövetett, amikor valaki nem a közterületet az engedélyben meghatározottak szerint használja, vagy jogellenes tevékenységet végez, ott jogosulatlan kereskedelme, nem árusítható terméket forgalmaz, ezeket átvettük, illetőleg a kiegészítettük új tényállásokkal is, amiket az évek során úgy ítéltek meg a szakirodák, hogy szükséges lenne szabályozni, és ezáltal került be például az engedély nélküli ügyfelbontásnak a szankcionálása is. Az üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályok megsértése korábban a szankcionált tevékenység volt, változatlanul átvettük. A szeszes italfogyasztás szintén. Új jelenként került be a fászáró növények védelméről szóló jogszabály alapján, hogy a növényeket, a fászáró növények, magyarán a fák telepítésére, felmentésére vonatkozó kötelezettség nem teljesítése is ilyen magatartássá vált. A zöld területek védelmében keletkeztek bele tényállások, a közkifolyók jogellenes használata, illetőleg autómosás, csapadékvizelvezető ápok beszennyezése és a zöld területekre kerékpárral, járművel, segédmotoros kerékpárral történő behajtása is ugyanilyen magatartássá vált. Új jelenként került bele, ennek a társadalmi igénye többször felmerül, hogy aki tulajdonosként, bérlőként beépítetlen ingatlanát, hogy az ingatlanának a beépítetlen részét, a járdát, az ingatlan előtti járdát, zöld területet, fasor tisztántartását és gyommentesítését elmulasztja, ez is kirívóan közösségellenes magatartásként kívánjuk szabályozni. A fővárosi önkormányzat rendeletében voltak olyan szabálysértési tényállások a közterületekre, illetőleg a köztisztaságra vonatkozóan, amelyek ugyancsak most ezáltal a jogszabályok alapján hatályon kívül helyezésre kerültek, és ezekről átvettünk két tényállást, az építkezési területekkel a környezet beszennyezését, illetőleg a bontásnál, tatarozásnál az építési és a bontási anyagok nem megfelelő módon történő tárolását. A zöld területek új szabályozásként került be, hogy az úszótelepes kialakítású épületeknél a zöld területek karbantartása a társasház közösség feladata, és ezeknek a megszegése is kirívóan közösségellenes magatartásként került be tényállásként megállapításra. Változatlanul átvettük az állattartási rendeletünkben korábban szabálysértésként megállapított tényállásokat, ugye itt a meghatározott egyedszámú állatoknál több tartását, nem megfelelő módon történő tartását, ugye a kutyák mikrocsippel való ellátásának elmulasztását, és amit legutoljára módosítottunk a galambetetésre vonatkozó szabályokat is. Új jelenként került bele, ez korábban nem volt szabálysértésben szabályozva, de
több ügyünk volt már ezzel kapcsolatosan, hogy lakáson és közös használatú helységekben felhalmozzák a hulladékot, és ezáltal szaggatást vagy különböző rovarok megjelenését okozza, és ezt is kirívóan közösségellenes magatartásként kívánjuk szabályozni. Korábban szabálysértési tényállásként volt a címer, zászló használatának megszegése, ez átvételre került, a játszótéren, sporttéren való dohányzás tilalma került még meghatározásra, és ahogy az elején elmondtam, ezt 50 ezer forintos helyszíni bírsággal, vagy 150 ezer forintos közigazgatási bírsággal ezek a maximális mértékek tudjuk sújtani. Ezt átruházott hatáskörben én fogom ellátni, és a hatóság irodán belül fogjuk megoldani ezeket, és hivatalból folytatott eljárásnak fognak minősülni, akkor is, ha bejelentő napján indul meg az eljárás. Köszönöm szépen, Jézsa asszony, precíz összefoglaló, Lélfaj Kopmány doktor meg a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a részletes tájékoztatást. Lenne két kérdésem, amit a valószínűleg tisztázok, csak erős kitérő. Egyrészt az érdekelne, hogy vannak olyan tényelmesen cselekmények, olyan cselekmények, amik kárt okoznak. Tehát itt a bírságnak kiszabásán kívül az, hogy a károkozó magatartását, a kárhárítását is valóban rögzíteni kellene. Nem tudom, hogy ezt ebben a rendeletben összik a dolgok, hogy mi a kitérő is a kormányzat. Egyrészt, amikor teszem azt, hogy ha valaki megrömmelje a közszövetet, a növényekkel, valaki megszületett csapadékra vezetett a lábukot, és ilyenkor az önkormányzat ezt ugye helyreállítja a kezelő problémát, költségnek nem föl, károkozókra, tehát a minimum különbséggel és maradatás felkörülje átállítani ezeket a költségeket a bírságban. Ez lenne az egyik. A másik pedig, amit nem tartanak, bírság ismételt kiszabására lenne lehetőség, tehát ez van esetben, akkor amit én nem látom, hogy a jegység nem tartja be részadatási szabályokat, hogy ne jön egyszer, remélem is, hogy akár napi rendszerességgel kiszabítja a bírságot, hogy a felelőtre építsük a Az elsőre azt tudom válaszolni, tekintettel arra, hogy ez a jogszabály felhatalmazás ezen szabályok megsértése esetén közigazgatási bírság kiszabását teszi lehetővé, az egyéb okozott károkat polgári jogi igények szerint tudjuk megtérítetni. Az ismételt kiszabására vonatkozóan, hogy amikor valaki ezt megsérti, akkor megindul a közösség a közigazgatási eljárás a KET szabályai alapján, amikor újra megsérti, akkor újra megvalósította és megindítjuk ismételten. És amikor valaki azért ezt többször megsérti, akkor már azért az eljárás során ezt figyelembevételre kerül. Köszönöm, Mihály. Mihály András képviselő. Köszönöm szépen. A kérdezni, hogy ezzel volt egy szabálysértési rendeletet a kormányzatunk, a magántulajdonon lévő tűzgyújtás a hétvégi tilalma. Hogy az most kikerült, nincsen, lehet bármikor tudatgyújtani a magántulajdon, de az egyik. A másik kérdésem pedig az, hogy azt is kellene vizsgálni, hogy vasárnap él után a ilyen benzinmotoros ügyírókkal Bye.
van a benzinmotoros fűnyírással. Az jobb, azt a csendháborítást. Ezt most már nagyon érdekel engem. Ez a csendháborítási szabályokat a szabálysértési törvény tartalmazza, tehát ezeket nem csak akarjuk szabályozni. Azt gondolom, hogy azért ezeket a szabályokat egzakon tudom meghatározni, hogy minden lakosnak megfelelően egy ilyen nagy körüljárást igényel. Tehát, hogyha erre van igény, akkor azt azért mindenütte nagyon alapos hatástanulmánynak kell megjelenni. De magát a csendháborítást tényleg azt a szabálysértési törvény tartalmazza. Köszönöm szépen, nem beindultunk. Lapner Csaba képviselőnek adom el a szót. Köszönöm a szót, polgármester, a képviselőnek, és ez az a kérdésem volt. A rendelet kiegészítésénél mondta Lendői Marlinnak rosszul, hogy az úszóterekek és az úszóterekek elég ingatlanok körül önkormányzati tulajdonú zöldövetet a lakóknak és a lakóközösségnek kellene tartani. Igen, a 8-as paragrafus 1-es bekezdésében kerültnek van a szabályozása, hogy az úszóterkes kialakítási épületek környezetében a zöld területek előkelte kiszolgálót és az épület használatához kapcsolódó zöld terület tisztántartásáról, növényállomány gondozásáról, lakóépület tulajdonos, a tulajdonosi közössége köteles gondoskodni. Ugye ez azért került a zöld programról a javaslatára került be, van még egy 1/1986-os EVM rendelet, ami egyértelműen szabályozza, hogy a normál beépítési ügyetlen, tehát nem hosszú terkes, akkor a ház előtti járda és a zöld felület, ha nincsen járda, akkor az úti terjedő teljes terület tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni. És ezt jelezte nekünk a szakiroda, hogy ezeknél az úszóterkes kialakítású tömböknél ez problémát okozott, és ezért kerül bele szabályozás. Képviselő úr, akkor második hozzászólásként 2 perc. Én általában a kiegészítésen van még egy kérdésem, hogy ebben az esetben például a munkásnapoltelep, ahol tudjuk jól, hogy mondjuk 20 telkes pontépületei vannak, körülötte csak zöld nézet, az egészet a tisztelt lakóknak kell karban tartani? Részét nem is nekik, az épület használatához kapcsolódó zöld terület. Így határoztuk meg, illetőleg az épület körüljárását szolgáló és kiszolgálunk ezeket a területeket. Tehát nem a park részt nyilvánvalóan, ezt továbbra is fogjuk kezelni. Tóth Nézszambó írva a képviselő. Már látom, nagyon hibáztam, hogy megkértem érzel, azt mondta, hogy rövid kiegészítés. Azért nem baj, ez fontos, mert egy új jogszabály. Köszönöm a szabadon, hogy a tisztelt képviselő testvére, amit szeretnék kérdezni, szerintem mindegyiküknek tartozik, és gondolom, nagyon sok képviselőtársamat ennek keresztény, inkább én most a kertvárosnak személyben szeretnék látni. Hétvégeken, szombat, vasárnap igen magas tendenciára járja a kertváros utcáit, egy sárga autó. Nem mondanám ki a nevét, bizony a fogadórában nagyon sokan eljöttek, és ezt szóvá tették. Én emlékszem rá az előző ciklusban, hogy ezt meg is kérdeztem, hogy a polgármester úr, hogy lehetne ezt valahogy szabályozni. Mert én tudok olyan települést, olyan kerületeket, ahol egy bizonyos frekvencia felett nem engedik ezt, sőt, mondják, hogy a képviselőtársaim bizonyos településeknél meg is tiltották ezt hétvégén. Erre kérdezik már azt, köszönöm. Köszönöm szépen. Jegyző asszony. Igen, született is ebben a kormányban segített, és egy hatályon kívül része a korlátozó rendelkezéseket. Tehát a frekvenciában, tehát a teljes tiltásnál valamilyen fajta szűkítés, illetve egy időbeli korlátozása csak lehetősége. Jó, akkor megnézzük, mert először, mert egyszer ezt még néztünk valamilyen, nem tudom, valamikor egy rendelet alkotásnál, és akkor szerintem el is tudom, és a cáli lehetőségét sem is hitette meg az alkotmánybíróság, és hogy tehetem, akkor eljövesz. Hogy fordítsuk egy családi fagyasztót, jó, de akkor ezt dolgozik rajta még kicsit a szakiroda. Nekem is voltak javaslataim, a kirívóan bekerült az, hogy a képviselőtestet nem szavazhat a polgármesterre? Igen, nem került be, sajnos. Pedig az is kirívó közösségem. Jó, jó, a
gyomrendesítés viszont megkerült, az fontos. Jó, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fontos kérdés, tehát nem árt, hogy egy picit beszéltünk róla, és nyilván majd a helyi sajton keresztül tájékoztatni is fogjuk a kerületben élőket arról, hogy milyen szabályokat kell betartani majd, és milyen szankciókkal sújtja az önkormányzat azoknak, akik ezeket a kirívó közösségellenes tevékenységeket folytatják a kerületben, mint például a közszereti alkoholfogyasztás, vagy játszótéri dohányzás és társai. Köszönöm, nincs több kérdés. A vitát lezárom, határozathozatal következik. Rendeletet alkotunk. Ez szerint minősített többség szükséges annak elfogadásához. Kérem, szavazzon! Egyhangú igen szavazattal fogadtuk el a rendeletünket, és akkor arra kérem, hogy azt mondjuk, hogy ezt a Luxor Family Postot megnézzük majd. Nem lesz a szabad kihozni? Az engem is idegesített a fiam, amikor kicsit mindig fölültett rá, amikor én tudtam volna pihenni egy picit, akkor jött a Family Post és fölvált. Jó, meg a megint Fogyasztott család. Jó. Átérünk a következő napirendi pontra, 14-essel. Ez is rendeletalkotás lesz. Az önkormányzat tévék hozzá, nagy megtetetés a naptár év 1-es napira a munkavégzés alól történő mentesítéssel. Kérdezem Jence azt, hogy van-e szóbeli kiegészítése. Jó, megadom a szót akkor. Köszönöm, hogy ez a képviselőtestület ülésen Lazányi képviselő kezdeményezte, hogy az igazgatási szünet alatt a pénteki napon tekintett, hogy csak az ügyfélszolgálat munkatársai tartanak ügyfélfogadást, mentesítsük a kollégákat a munkavégzés alól, és erre vonatkozóan készült ez a rendelet. Hát, ha meg milyen jó. Jó lesz ez a kollégák? Köszönöm szépen a szóbeli kérdést, és kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. Nincs, akkor a vitát lezárom, rendeletet alkotom, kérem, ennek figyelembevételével szavazzam. Átérünk a következőre, 15-ösre. Kérdezem Kovács Bence alkalmányosat, nagy szabályi készítése, megadom a szót képviselőknek. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt képviselőtestület. Egy új ügyetben számú határozati javaslattal egészítettünk ki itt a javaslatomat. Itt pedig ez úgy hangozna, hogy a képviselőtestület szeretné a polgármester, hogy 2012. szeptember 30-án Darlénikán Kiskes országgyűlési képviselőjével együtt működve készítsen a falu ülevényes felvallását, amely a testvérvárosunk Isztambul tengeri területének képviselő és kerülőnek meghívása. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy van-e hozzászólás kérdés. Köszönöm szépen! Bogó József képviselő asszonynak adom meg a szót. Köszönöm a szót, polgármester. Én úgy tudom, hogy a parkjelentkezésére pályázatot végzett az önkormányzat, amelynek hatalmi ideje április másodika volt. Körülbelül 20-30 pályáról érkezett be, döntés még nem született. Egyrészt kérdésem, hogy miért kellene ezt a javaslatot külön kezelnünk és emelten a csomagban, másrészt a javaslatot pedig az, hogy ezt a javaslatot tegyük bele a nagy halakba, ugyanakkor április másodika már lejárt, mikor be lehetne adni, de akkor legyünk igazságosak, és akkor döntsünk majd, amikor az többi vele
bármi korábban egy ilyen helyzetet és ezt a javasolnám, hogy tényleg először teszének máskor erőt. Nem szárkoznék el arról, hogy ennek a, ez legyen a nyertes nyílt, de hallgasson meg másokat is ebben. Tiszteletben tartom azt is, hogy előtt testvérvárosnak is van, és jó viszont rá. Én azt gondolom, ez nem is kérdezik a kérdése. Itt egy jelvezés kérdése, a kérdezik, hogy kérem, hogy tisztelt alapok, és hogy egyeztessük ezt. Hogy volt?
Köszönöm szépen, átérünk a következő napi pontra, 16-osra, igen, tessék? Ja, bocsánat, Tóth és Szabó jövő képviselőszőnek ügyelműen megadom a szót. Köszönöm, hogy felszületek. Jó, akkor 5 perc szünetet kérünk. Tisztelt képviselőtestület, szeretnénk folytatni, úgyhogy megkérem a képviselőtársaimat, hogy foglalják el képviselői székeiket. És a 16-os, illetve 15-ös napi rendben folytatnánk az ülést. Kérem, hogy mindenki kapcsolja ki a készülékét, megtartjuk a létszámára az ülést. Fogadjuk majd ezeket a határozott bíróságot.
van-e további hozzászó? Nincs, csak lesz az egyesről, kérem szavazzanak. Köszönöm, 17-et mondom, igen. És kérem a kettesről szavazzanak. Terjesztettük, és akkor ezeket a módosítókat meg majd a következő. Hát igen, hogyha
Igen. Köszönöm szépen. Átérjük a 20-as, a 9 pontra. Hosszú a címe. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, nekem is szóval, hogy tényleg is mondanak, kérdés hozzászólása van. Budapest Komplex Integrált Szennyvíz elvezetése projekt kivitelezésére vonatkozó felmentés, beruházódás közösségformás részére közül nem közlekedés célú igénybevételek fizetendő díj és közterületet használó díj fizetése alól. Magyarán azért, hogy kell fizetni, hogy szépen megcsinálják ezt a Szennyvíz elvezetése csatornát. Kérdezem a tisztelt képviselő testületet, hogy van-e kérdés hozzászólása? Nincs, akkor a vitát lezárom, határozat hozatal következik. A határozati javaslat előteresztés második oldalán található, csak én még az előző napján tartottam a kezembe. Igen, második oldalán lehet a javaslat, kérem szavazat. Köszönöm, 18 eztől. Igen, szavazott a kivatalatásra javaslatot. Átérjük a 21-es napi rendi pontban, hogy az agendáról 114-116-számon ingatlan értékesítéséről szól. Ezt a területet szabáltuk, évek óta próbáljuk értékesíteni. Úgy is, hogy épületeltartalmas, úgy, hogy már nagyon nagy részét bemondottuk. Az ingatlan piaci válság közepette sajnos előre nem találtunk rá vevőt, bár jó lenne mindenféle szempontból, városképileg is, illetve financiális okokból is, hogyha sikerül a végre felvázolt vevőt találnunk el a területre. Remélem, hogy ezzel a határozattal, amit is megnéz a képviselő testületet valóban állhat. Nekem nincsen szó, hogy képviselőm kérdezem a tisztelt testületet, hogy van-e kérdés hozzászólása. Nincs. Akkor a vitát lezárom a határozathozatal. Következik a harmadik oldalon található határozati javaslat. Kérem szavazatot. Tudom, hogy most már olyan félnek a értékbecsülők. Normális értékbecsülés csinálja, hogy mindig fölülni a mutatlan értékébe. Gyanítom, ez ilyen állam nem fog elkerülni az ingatlan továbbosság. 18 centimok végig szavazat. Jó, átérjük a következő nap jelenti pontra. A Gersz és a Homsz között ugyanatlan vagyunk átrendezéséről szóló javaslat. Szóval egy kérdésztéssel nincsen. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van egy kérdés hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor a vitát lezárom, a határozathozatal következik. Kérem beszélni hozzon a határozatot. Köszönöm a képviselőt, hogy 18 tekintet igen szavazattal hozott döntést. Átérjük a 23A és 23B javaslatokra, ezek is most közbiztonsági alapítvány 2015-ben tevékenységéről szól, közhasználtsági jelentés és egyszerűsített éves beszámolóról, kapitányokat és dr. Pella László táborítóval sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestület ülésén. Köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, és azt gondolom, hogy én, aki ennek is tárgyalhatjuk, tehát ez a közbiztonsági alapítvány támogatásáról szóló, aki ennek is itt van. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van egy kérdés az előtti elkezdéséhez. Hozzászólás. Nincs, akkor a vitát lezárom. Először akkor az A határozati javaslat, A napirend határozati javaslatára szavazzanak képviselőtársaim az előtti elkezdés átadalát találják a szöveget.
Kérdezem, tisztelt képviselő testület, hogy van egy kérdés hozzászólás az előterjesztéshez. Nincs a vitát lezárom, határozatok a következő határozati javaslat az előterjesztés átfoglalás található. Mindjárt azt kérem, hogy kérdezik, hogy a határozat nem váltani, de aki érintett ebben az ügyben, és kérem, ne szavazzon. Viszont a többiek igen, hogy kérem, szavazzon. Köszönöm, kérem az eredményt. 14-1 nap, igen, köszönöm szépen. Átérjük a 21-es napjának pontra, amely a keszalakító követően módosítására szól. Kérdezem a nincs, akkor határozathozatal következik. Először kérem az egyesről, hogy szavazzon a normatív határozati javaslat lesz. Kell hozzá vissza. Éves alkoholgármestről, 18-16. Igen, köszönöm, és kérem a kertesről szavazzon. Átérjük a 26-os napirendi pontra. Lázár Tamás képviselőnek adom el a szót. Köszönöm szépen, hogy összeképviselő képviselőt. Mi csak azt szeretném kérni, hogy ezekben az egyeztető tárgyalásokon garanciát adjunk arra, hogy csak oktatási célra tudja használni, hogy ingyenesen átadjuk bármilyen egyházi szervezetnek ezt az ingatlant. Ne legyen az, hogy esetleg egy-két évig tudják csak üzemeltetni, és utána a piaci értékében tudják továbbadni. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Természetesen is a szándék, hogy az a cél, ami eddig itt megvalósult a kis iskola működtetésére kapcsolatban, az hosszú távon biztosítva lehessen. Tehát egyébként a képviselőről olyan megállapodást fog csak a testület elé hozni, amely ezt a cél szolgálja hosszú távon. Így szeretnék előkészíteni. Művelési oktatási épület, képes oktatást szolgál ez az intézmény. Vincent Gödör, a
Az anyagok kapcsolatban, ez pedig azt jelentette, hogy a nevelési tanácsadó
ott lesz a bolyó kérdésre. Köszönöm 16-et. Igen, most kérem a kettesről hozzám. Kívánok rögzíteni, hogy ezekben az esetekben. Jó, oké.
ez szűkíti az önkormányzat tulajdonosi jogait, vagy sem? Tehát mennyire változik ez a helyzet az a korábbihoz képest? Ja. Bocsánat, hogy közbeszólt, csak tovább. Ugye amikor valaki egyéni vállalkozó volt és meghal, akkor van lehetőség a törvény alapján, hogy özvegye vagy örököse tovább folytassa a tevékenységet. És ennek biztosított ez a szabályzat lehetőséget. Köszönöm szépen. Ez azt mondom, az ANCESZ-a segít, hogy korábban is benne volt a És akkor a másik is korábban benne volt, amire nem tudom, hogy ne képviselőt kérdezett? Lapner képviselő úr, második hozzászólásként kérdezett. Köszönöm szépen, hogy egy kérdés van a tárgyalatban, elakasztott föltelő, elkülöző tudatlanságon már foglalkozunk a helyiségében. Kikből áll a bérszizetetési csoport? Kikből áll a bérszizetetési csoport? Valószínűleg belül van a bérszizetetési csoport. Van itt valaki a magisztrál? Itt a csoport. Thank you.
biztosítása céljában az, hogy ezek a korlátozó felületeket vegyük ki belőle, csak a parkoskámlás vonalban, majd nem indoklás nélkül felmondhassa az önöket ezt a felhasználatot. Köszönöm szépen, képviselő úr! Kérdezem a tisztelt testületet, hogy van egy kérdés hozzászólás, illetve ezeket esetleg úgy, hogy ezt a javaslatban nem kell dolgokat feladnunk. Akkor nem is tudod, hogy ez? Szavazzák a szolgálatok állítottak össze, hogy bizony a biztonság valamilyen, hogy nem ezt a korlátozó rendelkezéseket. Köszönöm szépen, akkor el fogunk szavazni, és miután a vitát lezártuk, először a módosítási javaslatot fogunk szavazni, ami arról szól, hogy a hatalmas támogatási idő a bérbeadó részéről benne marad, viszont a korlátozó rendelkezéseket kivesszük ezekből a javaslatokból. Tehát erről kérem szavazni a képviselő társaságot. Bocsánat, vissza a javaslat, mert képviselő? Akkor leállítjuk a szavazást. Elnézést kérek. Itt akartam a papírommal a monitor. Köszönöm szépen a polgárstól a választatásával. Én azt kérném, hogy akkor visszamondhatom a formában javaslatomat, viszont kérem, hogy követően a testületülésre vizsgáljuk ezt felül, vagy még magasabb szintű jogszabály megindítja, milyen módon történik a felmondást, következő korlátozott feltételeket tegyünk ki, mert a javaslatom következő testületülésre. Köszönöm. Jó. Köszönöm szépen, képviselő, akkor fel kell hallgatni most a tőlem, hogy a felkodásségületet a hanuszkolgára egyébként közösen vizsgálják meg, és akkor a következő ülésre kapcsolatban gyerekek javaslatot, ha arra szükség van. Köszönöm szépen, viszont akkor szavazunk az eredeti határozati javaslatról, ami az előterjesztés hátadalán található, kérem szavazunk. Az előterjesztés hátoldalán találhatják, kérem szavazni.
áttérünk a 31-es napirányú pontra, nem akár szerzésre kérdezik ilyen a zoomátság meghatározás címmel. Kérdezem a polgármestert, hogy kívánja szóba kérdésztene az előtérzést, de megadom a szót a kérdésre. A bizottság kérdésre azon egy érdekmenésre is kerüljön az előtérzés, hogy legyen a szívószásunk. Köszönöm, kérdezem a testületet, hogy van egy kérdés hozzászól. Lázár Tamás képviselő úrnak adom a szót. Köszönöm szó, polgármestert. Köszönöm, és mi az ön a kérdés, hogy ugye változott a díjszabás? Mert itt nem várunk el, igen. Nem? Nem.
ne a felelőknek képviselőről a szavazó. Köszönöm. Megvan 16 igen, mert na, átérünk a kezdetre. Átérünk a 33-as pakérőre pontra, amely a sportban egy Kft. 2014 egyszerűsített évet beszámolójáról szól. Kérdezem a problémásra, hogy van szó, hogy kérdészítés nincsen. Kérdezem a tisztelt testületet, van egy kérdés, hogy van szó. Vincent Kartonán, nem tudom. Nincs. Akkor határozatok a következő határozati javaslatot előkezdés látogatnak. Találom, hogy kérem szabadulnak. Tizenegyen két találkozkodással megváltozik. Nagyon. Köszönöm. 33-as, 34-es, következő a vigadói területének hasznosítására. Hasznosításának felülvizsgálatának utat tovább tenni a hatalmányos területet, úgy szóbeli kiegészítése. Kérdezik a testületet, van a kérdés, van nincs egy ilyen a hatalmányosnak. Hozzászólás ez csak tisztelt képviselőtestület, az előterjesztés ugye a lényeg az, hogy ami döntést korábban meghoztunk, hogy a Kispest Kft. Vegye gondozásába vigadót és hasznosítsa ezt a területet, ezt most visszavonjuk. Megvizsgálta a Kft. És azt javasolja nekünk a Kft.-nk, akit mi alapítottuk, hogy hát kezdünk azt vele, amit gondolunk. Ez egy kicsit furán is hangzik, hogy mi általunk létrehozott Kft. Már mint majdnem már utasításba vegye a tehát nem jön létre ez a megállapodás a vagyonkezelésről. Nekem a legnagyobb problémám, értem én a felmerülő műszaki utókat és egyéb gazdasági lehetőségeinket, de az előterjesztés önmagában csak megpendíti, és aztán, hogy mi legyen ez az ingatlanunkkal. Tehát arra most jelen pillanatban semmilyen döntést nem hozunk, csak az anyag sugallja azt, hogy valaki másnak kell majd ezzel foglalkozni, de ugyanaz probléma fennáll, mint ami a vizsgálattól a Kft. Részéről leírva vagyunk előttünk, úgyhogy a probléma megmarad, és jelen pillanatban az önkormányzat dolga az, hogy milyen egyéb dolgot fogunk kitalálni. Én sajnálom az előző dologra is, mikor egy másik Kft. Is volt a téma, tehát a Kft.-nek azért alakítottuk meg, gondoltam én, hogy azért üzleti alapon ő nekik sokkal agresszívabban, sokkal reaktívabban, mert azt ígérték, hogy ott sokkal több szellemi potenciál is van, és nagyobb lehetőség a vállalkozásra, hogy ezek nyilvánuljanak meg, mert én ezt szeretném látni, mert a régi rendszerben az volt a kritika, hogy túlságosan merev, lassú rendszerek voltak, amelyek nem alkalmazkodtak a piaci működéshez, de én ezt most ebben az esetben is hiányom, hogy nem nagyon történtek itt előfeszítések, komoly előfeszítések arra vonatkozóan, hogy hát valami legyen a vigadóval. Köszönöm szépen. Köszönöm a polgármester úr, Lázár Tamás képviselőnek adom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Olvasom itt az előterjesztésben, hogy a jelenleg és nem ingatlan fenntartási költsége havonta 450 ezer forint. Mit takar az a 450 ezer forintos rezsi költség? Köszönöm. Mindjárt válaszol. A polgármester úr. Igazából pontos összetételnek a rezsiköltség, nem tudom, hogy azt mondom, hogy teljes fűtési rendszer van talán az épületnek, távfő és saját fűtés, a távfő és a biztosan nem van ebben, de hogyha részletek kíváncsi, az van, hogy a fal lehetje, mint oda vezet azt, hogy meg tudja pontosan mondani, hogy ez a rezsiköltség ezt adja meg össze. Mi oda vezető azt? Csak gondolom, miután távfűtéses ilyenkor, készleni tudja még a majd nagyon mint amennyi a fűtés télen. Tisztelt testület, ezek a költségek úgy adottak össze, mint bármely üresen álló helység költségei, tehát itt van villany általán, vízcsatorna, távfő, illetve ott működött télen egész.
fűtés is. Néha-néha ezt igénybe veszi egy-egy nyugdíjas csoport, de ezeket az általányi díjakat nekünk fizetnünk kell, és az, hogy ne hagyjon el, hogy minden vízvezeték egy-egy élelmiszerűen kötelezi el a látjuk is. Köszönöm. Énes Gábor, jelentős részt szeretném, és különösen a főtár számban, jelen pillanatban a főtárban tárgyalásban egy főtár lesz, hogy ne válaszolják a létezetet, amit már kicsit ezzel jövőség szeretném a kérdés különösséget. Köszönöm. Kérdezem a testvére, valamelyik kérdés, hozzászólás. Lázár Tamás, képviselő úr, tanulmány. Köszönöm a szót. Kérdésem pont irányult, hogyha van lehetőségünk, hogy ezt nem tudjunk változtatni, de csak mint ezt a költséget, akkor tegyük meg, mert szerintem a jó hosszú távon rajtunk fog maradni ez az épület. Köszönöm a szót. Köszönöm a képviselő úr. Amennyiben további hozzászólás nincs, csak a határozati javaslatról, a határozati javaslatról fogunk szavazni. Kérem, ezt tegyék meg.
János, az üzleti terv 2012-es, hogy minősített többséggel, mind a három, nem az első, de a többi.
kérdezem az előttel, ezt ők elnök azt, hogy ott néz, ahol jön, hogy kívánszom, mert kérdezik, és nem rájön a hosszú. Köszönöm azt, hogy a fekete képviselő.
miután a delegáló pártja megtette ehhez, az erkölcsöt azt kívántam volna korábban lemondni a mandátumáról, ezt nem tette meg, továbbá is körülbe van. Szeretném megkérdezni, történt-e az ügyben valamiféle fejlemény, hiszen jogilag ez a dolog nem volt tisztázva. Azóta tisztázott ez a dolog, hogy én azt gondolom egyébként, hogy a jogi kérdés és az erkölcsi kérdés egymástól teljesen független. Tehát jelenleg azért tapasztalatjuk, hogy a Fidesz partnerségeként működő Gerhard csapat, itt ők körülbelül is ilyen szárgálosokat elmondani. Holnál esetben azt mondom, hogy ezt meg kell tenni egy képviselőnek. Köszönöm szépen előre is a választ, hogy a választott. Azt mondja, hogy kis, nem tudom, hogy ezt meg is néztük.
tulajdonképpen nem tartozik. Én csak kérdezem azt, hogy hogyan tudnak ezeknek segíteni. Tehát hogyan tudnak megoldani nem egy-két embert érint, hanem több száz embert érint a kalkulás. Nem tudnak megjelenni saját szemükkel változnak. Egyáltalán a valami elképzelés, vagy feltűnk jövőben. Leülünk és megnézzük, hogy ezen a helyzetben hogy lehet segíteni. Nem tudom, hogy nyilván a tűzoltóság tárát kihelyezni, nem tud csak javaslatot tenni a illetékeseknek, hogy tegyék ki ezt a táblát. És... De ez történt meg nyilván, tehát nem a tűzoltóság javaslatára kerültek az ilyen az onnyomózós táblát. Meg fogjuk nézni, nem ismerem pontosan a helyzetet, de van ilyen probléma, még a Szinnyi utca, mögöttünk a 2017-ig terjedő szakaszon és a hátsó részen, ahol szintén problémát okoz, ez kökinél is vannak ilyen parkolási problémák. Nyilván azzal együtt, hogy erről beszélgettünk többek között elmúlt időszakban, ahhoz képest, hogy 80-as években, amikor épült ez a lakótel, hány parkolóhelyet elvesztek a lakásokhoz, azóta a mobilizáció mennyire törgött fel, és mennyire nőttek meg az egyes láttartásával. Épjármű szám, ez is szerepet játszhat abban, és a jogszabályi változások is olyan próbál kialakulnak, hogy nézve tudunk ezzel segíteni. Nem tudom, hogy, de nyilván meg ez lesz a dolog, és akkor tájékoztatjuk, hogy törvényken érdekel, hogy van erre megoldani. Lélfai kormány képviselő. Köszönöm szépen a polgárosok. Ezzel a hajlókák végére.